Vizsgáljuk meg a sejtmagot vörös hagyma hagymájának húsos alevelén található bőrszövetből. Egy vörös hagyma hagymáját ketté vágtam, most a húsos alleveleket szétszedem. Majd lehúzom az átlátszó hártyát az egyik alllevél felszínéről. Ez az átlátszó hártya nem más, mint a húsos alllevelet borító bőrszövet. Óraüvegre helyezem, majd metilén kék oldatot cseppentek rá. Ezután körülbelül 5 percig várok, hogy megfestődjenek a sejtalkotók. Megfestődés után, miután letelt az 5 perc, ezt a vékony bőrszövetet, ezt a nyúzatot áthelyezem egy táglemezre. A bonctő és a csipes segítségével el tudjuk igazítani, hogy egy rétegű legyen a metszetünk. Vizes glicerin oldatot cseppentek rá. Majd lefedem fedőlemezzel. Ponctűvel kicsit megigazíthatjuk, hogy buborékmentes legyen a kapott metszetünk, majd fénymikroszkóp segítségével megvizsgálom. Megfigyelhetjük, hogy a hagyma alllevél bőrszöveti sejtjei megnyúltak, szoros illeszkedésűek. A metilénkék a sejtplazmát halványkékre, a sejtmagot és a sejtfalat sötétkékre színezte. A sejtmagok a sejt közepén helyezkednek el.